tisztelt résztvevő, kedves kollégák! Jelen előadásnak címe házassági vagyonjog Európai Uniós és Nemzetközi Magánjogi Kontextusban. Ez az előadás az Európai Öröklési Jog és Házassági Vagyonjog című előadás sorozatnak, illetőleg ehhez kapcsolódó webináriumnak a része, és mindez egy olyan projekt keretei között kerül megvalósulásra, amelynek célja az öröklési rendelet megfelelő alkalmazásának támogatása különös tekintettel a házassági vagyonjogi kérdésekkel való kapcsolódási pontokra. Szeretném leszögezni, hogy az előadásom nem általában foglalkozik a házassági vagyonjog európai uniós és nemzetközi magánjogi vonatkozásaival, hanem kifejezetten a magyar, a hazai összefüggésrendszerben, és ennek keretei között szeretnék szólni egyrészt és elsősorban a hazai nemzetközi magánjogi jogforrásnak a vonatkozó rendelkezéseiről, valamint a vonatkozó Európai Uniós rendeletről. Ezzel kapcsolatban talán még fontos kiemelni, hogy nyilván az előadás alatt csak a legfontosabb szabályokat fogom sorra venni és röviden értelmezni, illetőleg áttekinteni, tehát értelemszerűen nem minden egyes kérdésre fogok az előadásomban kitérni. Ami a házassági vagyonjog forrásait illeti hazai, azaz magyar oldalról ami a nemzetközi szerződéseknek a szintjét illeti, tulajdonképpen ilyennel nem számolhatunk. Létezik olyan Európai Uniós rendelet, amely kifejezetten a házastársak vagyoni viszonyaival kapcsolatos kérdéseket rendezi. Ugye ez a dián is látható, 2016 per 1103-as rendelete a tanácsnak, amely a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben, a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetőleg az ennek területén létrehozott megerősített együttműködés végrehajtásáról szól. Ehhez a rendelethez azonban Magyarország nem csatlakozott, így bár érinthet minket Magyar Bíróságnak ezt a rendeletet alkalmaznia értelemszerűen nem kell. Ami a további szintjét illeti a jogforrásoknak, léteznek olyan bilaterális jogsegélyegyezmények, egyezmények, tehát kétoldalú megállapodások, amelyek magyarország számára alkalmazandók. Ezek 1958 és a 90-es évek legeleje között kötött megállapodások, lényegében jellemzően a az egykori szocialista országokkal kötött jogsegélyegyezményekről egyezményekről van szó, amelyek még hatályban vannak, tehát alkalmaznunk kell őket. Azonban a megváltozott társadalmi-gazdasági környezetre, a megváltozott jogszabályi terminológiára, nagyon nehezen alkalmazhatók már ezek a jogsegélyegyezmények, egyezmények, egyszerűen azért, mert egy kicsit óhatatlanul idejét múltá váltak. Ugyanakkor ezek számunkra azért is fontosak, többek között, mert nem vagyunk ennek az uniós rendeletnek a államai között. És végső soron számunkra legfontosabb mégis a nemzetközi magányogi törvény lesz, a 2017. évi 28-as törvény, amely viszonylag új jogforrás, itthon új rendelkezésekkel. Ilyen módon a házassági vagyonjog kapcsán azt azért el lehet mondani, hogy maga a téma sem egyszerű és nem könnyen megfogható, és ezzel együtt, amennyiben ez külföldi elemet tartalmaz, olyan jogforrásokkal kell számolnunk, amelyek újak, amelyeknek gyakorlata értelemszerűen még nincs, még nem alakulhatott ki. És most szeretnék áttérni a nemzetközi magánjogi törvény vonatkozó rendelkezéseire, tehát kifejezetten magyar szempontból, a magyar igazságszolgáltatási oldalról néznénk azt meg, hogyha a házasok vagyonjogi viszonyaiban külföldi elem van, annak az elbírálására miként kerülhet sor. A nemzetközi magánjogi törvény foglalkozik joghatósággal, foglalkozik alkalmazandó joggal, határozatok elismerésével és végrehajtásával. Én ebben a körben most a joghatósággal és a kolléziós jogi rendelkezésekkel szeretnék foglalkozni. Ami a házassági vagyonjogot illeti több szempontból is egy nagyon különleges területről van szó, hiszen házasokat érint, tehát a családi jognak a körébe tartozik, ugyanakkor éppen a házassági vagyonjog a családjognak az a területe, amelynek számos egyéb kapcsolódási pontja van, kötelmi jogi, dologi jogi kérdéseket nagyon közelről érint. Éppen ezért különös súlya van annak, hogy a nemzetközi magányjogi törvényen belül hogyan helyezkednek el a házassági vagyonjogra vonatkozó joghatósági, illetőleg különösen kollíziós jogi szabályok. Ami magát a törvényt illeti, a tizedik fejezete foglalkozik a joghatóság kérdésével, és itt nagyon szépen elkülönítve lehet találni a családi és személyállapoti ügyeket. Ugye a tizedik fejezet, 35. pontja az általános szabályokat veszi sorra, ezután jönnek a vagyonjogi rendelkezések, és a 37. pontjában szerepelnek a családjogi és személyállapoti ügyek. Itt a 37. ponton belül találjuk a házasságra és a házassági vagyonjogra vonatkozó rendelkezéseket. Fogjuk részletesen a továbbiakban tárgyalni az itt szereplő száz, kettedik paragrafust, amely a házastársak személyi és vagyoni viszonyait érintő eljárás körében rendezi a magyar bíróságnak a joghatóságát. Ami az alkalmazandó jogot illeti, a harmadik fejezet foglalkozik a családjogi kérdésekkel, itt vannak általános szabályok, az általános szabályok közül egyik a gyermeket érinti, a másiknak azonban jelen témánk szempontjából is van jelentősége, ezért már most meg is említeném. Ez a Nemzetközi magánjogi Törvénynek a 24. paragrafusa, amely rögzíti azt, hogy a házastársaknak az a közös állampolgársága, amely állampolgársággal mind a ketten rendelkeznek, és amennyiben több közös állampolgársága van a házasoknak, akkor ennek a fejezetnek az alkalmazásában azt a közös állampolgárságukat kell figyelembe venni, amelyhez őket az ügy összes körülményére tekintettel a legszorosabb kapcsolat fűzi. Ami az alkalmazandó jogról szóló családjogi fejezetet illeti, az általános szabályokat követik, a házasságra vonatkozó különleges szabályok, és itt, Ezeken a szabályokon belül találjuk a 27., 28. és 29. paragrafusokat, amely kifejezetten már a házassági vagyonjogra is vonatkozik, hiszen ez szabályozza a házasok személyi és vagyoni jogviszonyaira vonatkozó kollíziós jogi kérdéseket, kifejezetten a vagyoni jogviszonyokra vonatkozó különleges kollíziós jogi kérdéseket továbbá a házassági vagyonjogi szerződés érvényességének a szabályát. Szeretnék röviden egy kis családjogi kitérőt tenni, különösen ami a házassági vagyonjog kereteit és értelmezhetőségét illeti. A házassági vagyonjogról tudunk beszélni szűk és tudunk beszélni tág értelemben ami a szűk értelmét illeti a házassági vagyonjognak, ide leginkább a hazai családjogi szakirodalom is tulajdonképpen most már több évtizede azokat a kérdéseket sorolja, amelyek kifejezetten az egyes házassági vagyonjogi rendszerekkel, illetőleg elsősorban a magyar törvényes házassági vagyonjogi rendszerrel foglalkoznak. Ami a házassági vagyonjognak a tágabb értelmezését illeti, oda szoktuk sorolni, a lakáshasználat és a tartás, az úgynevezett házastársi tartás kérdését is. További sajátossága a házassági vagyonjognak, amelyről az imént már szóltam is, hogy nagyon sok dologi jogi, illetőleg kötelmi jogi összefüggése van, hiszen a házassági vagyonjogon belül is számos tekintetben merül fel többek között értelemszerűen, és különösen a magyar törvényes házassági vagyonjogi rendszerben a tulajdonjognak a kérdése. Ilyen módon a házassági vagyonjogot nehezen tudjuk elszakítani részben a kötelmi jogi, és különösen a dologi jogi szabályoktól. Ez jól tetten érhető egyébként mind a nemzetközi magánjogi törvény szabályozásában, mind pedig az uniós rendelet szabályozásában. És még egy gondolat kívánkozik általános értelemben ide. Európában a különböző államok különböző házassági vagyonjogi rendszereket ismernek. Leggyakoribbak a, a vagyonközösségi rendszer, amely nálunk a törvényes házassági vagyonjogi rendszer, az úgynevezett közszerzeményi és a vagyonelkülönítési rendszer. De vannak olyan országok, jellemzően a kamonló jogrendszer országai, amelyek nem ismerik a hazai értelemben vett házassági jogi rendszert, tehát egy egészen másfajta gondolkodással közelítik meg ezt a témát, illetőleg vannak olyan jogrendszerek, ahol a házassági vagyonjogi rendszernek tulajdonképpen egyfajta nyugdíjjogosultság, szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultság is része, és ilyen módon van szükség arra, hogy elhatároljuk a házassági vagyonjogot nem csak ezektől a kérdésektől, hanem adott esetben különösen a tartás és az öröklés kérdésétől. Ahogyan itt a dián is szerepel, ugye a tartást és az öröklést és annak valamennyi nemzetközi magánjogi és Európai Uniós polgári eljárásjogi kérdését uniós rendelet szabályozza, amelynek mi is részesei vagyunk, ugye a 4 per 2009-es és a 650 per 2012-es EK, illetőleg EU rendelet. Ilyen értelemben, amikor házassági vagyonjogról beszélünk nemzetközi magájogi kontextusban, akkor muszáj azokat az elhatárolásokat megtenni, amelyek világossá teszik, hogy ami tartási, illetőleg ami öröklési jogi kérdés, az kifejezetten erre a két rendeletre tartozik, és a házassági vagyonjog egyéb szabályai legalábbis Európai Uniós kontextusban értelemszerűen akkor tudnak szóba jönni, amikor csak a bizonyos értelemben szűkebb házassági vagyonjogról van szó. A továbbiakban szeretnék áttérni a Nemzetközi Magánjogi Törvénynek a joghatósági kérdéseire. Ahogyan arról az imént már volt szó, a törvény alapvető koncepciója az volt, hogy önálló joghatósági szabályokat alkosson meg a határokat átlépő családjogi és személyállapoti ügyek vonatkozásában. Ilyen értelemben világosan elkülönülnek az általános joghatósági szabályok, a vagyonjogi ügyekre irányadó joghatósági szabályok, és kifejezetten Többek között a házassági vagyonjogi ügyekre vonatkozó joghatósági szabályok, amelyek értelemszerűen a családjogi ügyek körében helyezkednek el. Nagy kérdés a nemzetközi magányjog szabályozása során, hogy vajon van-e mód arra, hogy bizonyos mértékű autonómiát, az az önrendelkezési jogot gyakoroljanak a házastársak. Ami a joghatósági kérdéseket illeti, bíróságot nem választhatnak a házasok, tehát arra nincsen módjuk, hogy joghatóságot kössenek ki. Többek között pontosan azért is következik ez világosan a Nemzetközi Magánjogi Törvény szerkezetéből, hiszen a családjogi és személyállapoti ügyek között helyezkednek el a házastársak vagyoni viszonyaira vonatkozó kérdések. Ki kell térni azonban arra, hogy vannak olyan általános joghatósági szabályok, amelyeket feltétlenül alkalmazni kell, és figyelembe kell venni akkor is, ha házassági vagyonjogi ügyről van szó. Ezek pedig az ingatlannal kapcsolatos ügyek, amely ingatlan tekintetében ismeri a Nemzetközi Magánjogi Törvény az úgynevezett kizárólagos és a kizárt joghatóságot, ezt a 88. paragrafus A és a 89. paragrafus A pontja szabályozza. Itt ugye arról van szó, hogy attól függően, hogy az adott ingatlan belföldön fekszik, avagy az ingatlan egy külföldi fekvésű ingatlan, az ingatlanon fennálló dologi jog, vagy az ilyen ingatlan bérlete, illetőleg haszonél, haszonbérlete, Tartozik-e kizárólagosan a magyar bíróság joghatósága alá, avagy kizárt a magyar bíróság joghatósága ebben a kérdésben? Ami kifejezetten a különleges házassági vagyonjogi szempontból alkalmazandó és figyelembe veendő joghatósági okokat illeti, Hat ilyen joghatósági okot ismer a Nemzetközi Magánjogi Törvény. Ezen a dián az első három joghatósági ok szerepel. Ezek a 102. paragrafus első bekezdésének A, B és C pontjaiban szereplő joghatósági okok. Ugye látjuk, hogy joghatósággal rendelkezik a Magyar Bíróság a házasok vagyonjogi viszonyainak elbírálására, amennyiben az alperes házastárs szokásos tartózkodási helye belföldön van. Tudjuk, hogy nagyon sok Európai Uniós jogforrás használja és alkalmazza a szokásos tartózkodási helyet, akár a joghatóság körében, mint joghatóságot megalapozó okot. Itt azonban nem Európai Uniós kontextusról, hanem a hazai nemzetközi magányjog összefüggés rendszeréről van szó. Ebből viszont az következik, hogy ebben az összefüggésben a nemzetközi magányjogi törvénynek a vonatkozó rendelkezését kell elsősorban tekintetbe venni. A törvény harmadik paragrafusának B pontja határozza meg azt, hogy mit kell szokásos tartózkodási helynek tekinteni. És ilyen értelemben, ha az alperes házastárs belföldi szokásos tartózkodási helyéről beszélünk, akkor akkor állapítható meg azt, hogy az alperes szokásos tartózkodási helye belföldön van, ha az adott jogviszony összes körülményéből megállapíthatóan az életvitelének a tényleges központja is itt van, különös tekintettel arra, hogy az alperes szándékára utaló tények mit mutatnak. Azaz a tényleges helyzet és a szándék egymás mellett áll lényegében fenn. A szokásos tartózkodási hely megítélésében nyilvánvalóan folyamatosan alakul az ítélkezési gyakorlat, és feltehetően a különböző Európai Uniós jogforrásokban értelmezett szokásos tartózkodási hely, és a hazai igazságszolgáltatási gyakorlatban, jogalkalmazásban értelmezett szokásos tartózkodási hely hatással lehet egymásra. Megalapozza a Magyar Bíróság joghatóságát továbbá az, hogyha a házasok utolsó közös szokásos tartózkodási helye belföldön volt, feltéve, hogy az egyik házasfér szokásos tartózkodási helye továbbra is belföldön van. Itt Nincsen relevanciája annak, hogy az alperes vagy a felperes a szokásos tartózkodási helye maradt-e belföldön. És itt a dia ö, utolsó sorában szerepel a 102. paragrafus első bekezdés C pontjában megjelölt joghatósági jog. Ok, nevezetesen, ha mind a két házastárs magyar állampolgár, akkor szintén megalapozott a magyar bíróság joghatósága. Erre értelemszerűen e, akkor is mód van e, ennek a joghatósági oknak a megállapítására, ha a házastársak e, szokásos tartózkodási helye egyébként nem Magyarországon van. Ami a további joghatósági okokat illeti a nemzetközi magánjogi törvényben. A 102. paragrafus második bekezdése azt rögzíti, hogy házassági vagyonjogi jogviszonyt érintő eljárásra Magyar Bíróság joghatósága rendelkezik akkor is, ha az eljárás tárgyát képező vagyontárgy belföldön található. Ez nem kizárólagos joghatóságot jelent, hanem egy joghatósági okot, és ugye itt nem ingatlanról, hanem kifejezetten vagyontájról van szó. Két további joghatósági okot említenénk még meg. Ezek az úgynevezett összefüggéses joghatóságnak a keretei közé tartoznak, melyeknek nyilvánvalóan az a célja, hogy racionálisan növelje az eljárásnak a hatékonyságát, és koncentrálja megfelelőképpen az eljárásokat. Az első ezek közül az, hogyha házassági köteléket érintő eljárás ö, folyik, akkor erre az esetre a 102. paragrafus harmadik bekezdése azt a szabályt adja, hogy amennyiben a házassági vagyonjogi kérdések elbírálására házassági köteléket érintő eljárás keretében ö, kerül sor, akkor a magyar bíróság eljárhat akkor, ha a házassági kötelékkel kapcsolatos kérdés tekintetében joghatósággal rendelkezik. Itt a dián a Brüsszel 2 árendeletet említettem meg, de természetesen a magyar bíróság joghatósága fennállhat akár a hazajog alapján, akár nemzetközi szerződés, akár természetesen a Brüsszel 2 árendelet alapján is. Most noha ez a perkoncentráció, ez egy, ez egy, kiváló, kiváló lehetőség és egy jól bevált módszer, a házassági köteléket érintő eljárás magyar bíróság előtt nem fog tudni összekapcsolódni a házas vagyoni jogviszonyait érintő eljárással, mégpedig a polgári perrendtartásnak a hatályos szabályai miatt. Amikor ez a nemzetközi magánjogi elgondolás megszületett és belekerült a törvénybe magába, akkor még ez nem volt ennyire világos, de szeretném idézni a polgári perrendtartásnak azokat a rendelkezéseit, amelyek alapján nyilvánvaló, hogy a házassági kötelékiper és a házassági vagyonjogi viszonyok rendezése nem tárgyalható egyetlen eljárás keretében. Ugye a PP 462. paragrafusa szerint a házastársak vagyoni viszonyaival összefüggő kereset házassági perrel nem kapcsolható össze, kivéve a közös lakás használatának rendezése iránti, illetőleg a házastársi tartás iránti keresetet. Ugyanezt a másik oldalról is megközelíti a PP, amelynek a 455. paragrafusa szerint a személyállapoti per, amelyek körébe tartozik a házassági per, és amely utóbbi körébe tartozik a bontóper, noha számos más keresettel összekapcsolható, a házassági vagyonjogi igényekre vonatkozó keresettel nem. Ilyen módon, a 102. paragrafus harmadik bekezdése érdemben érvényesülni nem tud. A 102. paragrafus negyedik bekezdése azonban igen, ez a jogszabályhely azt rögzíti, hogyha a Magyar Bíróság joghatósága rendelkezik az öröklési jogviszonyt érintő eljárásra, joghatósága kiterjed az örökléssel összefüggő házassági-vagyonjogi jogkérdés elbírálására is. Öröklési jogi szempontból ugye egészen nyilvánvaló az, hogy mennyire szoros kapcsolódás van a házassági vagyonjog és maga az öröklési jog viszony között, hiszen amennyiben az örökhagyó halálakor házas volt, egy előkérdés az öröklés tisztázásához annak megállapítása, hogy egyáltalán mi tartozik a hagyatékba, és ehhez tudni kell, hogy mi tartozott az elhaltnak a tulajdonába, és mi az, ami esetlegesen a közös vagyonból már eleve az özvegy tulajdonát képezi. Szeretnék áttérni a Nemzetközi magánjogi Törvény kollíziós jogi szabályaira is. Az előzőekben már röviden volt arról szó, hogy a 27. paragrafus, a Nemzetközi Magánjogi Törvény 27. paragrafusa azonos kollíziós jogi szabályokat rögzít a házasok személyi és vagyoni viszonyaira. A 28 és 29. paragrafus ugyanakkor csak a vagyoni jogviszonyokra vonatkozik, és abban a körben szabályozza egyrészt a jogválasztás lehetőségét, illetőleg azt, hogy a házassági vagyonjogi szerződés alaki érvényességének mi a feltétele. Ezen a dián érdemben a 28. paragrafus köréről van szó. A korábbi nemzetközi magánjogi jogforrás, az 1979 évi 13. törvényerejű rendelet nem tette lehetővé azt, hogy a felek megválasszák azt, hogy vagyoni jogviszonyaikra milyen jogot kell alkalmazni régi igény volt, több jogeset kapcsán is felmerült, és a nemzetközi magánjog más országokbeli szabályozása is abba az irányba ment el, hogy a felek gyakorolhassanak egyfajta önrendelkezési jogot az alkalmazandó jog megválasztása terén. Ezzel együtt haladt az új nemzetközi magánjogi törvény is, és lehetővé teszi a jogválasztást. Természetesen ez a jogválasztás egyáltalán nem korlátlan mértékű, és nem korlátlan terjedelmű, hiszen lényeges az, hogy a felek olyan jogot válasszanak, amelyhez valóban szorosan kapcsolódnak, legalábbis kapcsolódnak akkor, amikor azt a jogot megválasztják. A jogválasztás lehetőségét a következő jogok tekintetében rögzíti a Nemzetközi Magánjogi Törvény, Választhatják azt a jogot a felek, amely államnak az egyik fél állampolgára a megállapodás megkötése idején, választhatják azt a jogot, amely államban az egyik fél szokásos tartózkodási helyen rendelkezik a megállapodás megkötése idején, és választhatják az eljáró bíróság államának a jogát. Összességében tehát vagy a szokásos tartózkodási helyhez, vagy az állampolgársághoz, vagy az eljáró bíróság államának a jogához fognak ők kapcsolódni. Nyilvánvalóan, hogyha olyan jogot választanak, amelyek a megállapodás megkötése idején tegyük fel az egyik fél szokásos tartózkodási helye szerinti államnak a joga, és ezt követi még hosszú évtizedekig tartó házasság, és majd utána fogják esetleg csak a házasságot felbontani, akkor lehet, hogy mire a vagyoni viszonyok rendezésre kerülnek, mert nagyon távol kerültek mind a ketten attól a jogtól, amelynek az alkalmazásában eredetileg megállapodtak. Ugyanakkor, ha Alex Lex kerül alkalmazásra, az az eljáró bíróság államának jogát kell alkalmazni, akkor ennek annyi előnye biztosan lehet, hogy az eljáró bíróság ezt a jogot fogja tudni. Minden kétséget kizáróan a legjobban alkalmazni, hiszen ezt a jogot és ennek a jognak az összes összefüggését ismeri a legjobban. Arra nézve, hogy mikor élhetnek a felek a jogválasztás lehetőségével, a nemzetközi magánjogi törvény meglehetősen tág kereteket biztosít. Ezzel a joggal élhetnek a házasulók is, itt nem ad a jogforrás arra nézve tájékoztatást, hogy kit kell házasulók alatt érteni. Adott esetben arról van szó, hogy ezek a személyek nem sokára házasságot fognak kötni, tehát itt egy házasságot megelőző megállapodásról van szó és megköthetik ezt a megállapodást a 28. szakasz harmadik bekezdése értelmében, legkésőbb a perfelvételi szakban a bíróság által megállapított határidőn belül. Ez ugye már azt az időszakot jelenti, azt az időpontot, amikor már valóban nagyon közel vannak a felek ahhoz, hogy, hogy sor kerüljön a vagyoni viszonyaik tulajdonképpen végleges rendezésére ami a hogyan kérdésre a válasz, tehát hogy milyen módon is köthetnek ők megállapodást, erre egyértelmű a válasz, ebben kifejezetten meg kell állapodniuk, tehát valóban egyértelműnek kell lenni, hogy az akaratok, annak az adott jognak az alkalmazására irányul. Ez főleg akkor merülhet fenn kérdésként, amikor a felek egy adott állambírósága előtt állnak, itt a konkrét esetünkben a magyar bíróság előtt és utólag mondjuk kétségek merülhetnek fel, hogy valóban egyértelmű volt-e mind a két félnek az a nyilatkozata, az a megállapodása, hogy ők szeretnék, ha a magyar jogot alkalmazná házassági vagyonyogi viszonyaikra a bíróság. Ami a megállapodás létrejöttét és érvényességét illeti, ezt azon államjoga alapján kell elbírálni, amelynek joga a megállapodás létrejötte és érvényessége esetén az adott jogviszonyra alkalmazandó lenne, de a jogválasztást akkor is érvényesnek kell tekinteni, ha az megfelel a megállapodás megkötése helye szerinti állam jogának. Ami ennek a megállapodásnak a hatáját illeti, ez a jövőre nézve bír joghatással, és ez azért is borzasztóan fontos szabály, mert a házassági vagyonjognak nem csak akkor lesz jelentősége, amikor a felek felszámolják a vagyoni viszonyaikat, hanem ezek a házassági jogi szabályok azok, amelyek a felek életét, a felek vagyoni viszonyait a házasság, illetőleg a házassági életközösség fennállása idejére is rendezik. És végül a jogválasztás harmadik személyek szerzett jogait értelemszerűen nem sértheti. A nemzetközi magánjogi törvény választott arra is, hogy ha a felek nem élnek a jogválasztás lehetőségével, akkor milyen jogot alkalmazzon a magyar bíróság. Ez egy lépcsőzetes, hierarchikus rendben felsorolt. Kapcsolóelveket jelent. A 27. paragrafus első bekezdése a házastársak személyi és vagyoni jogviszonyaira nézve azt rögzíti, hogy annak az államnak a joga alkalmazandó, amelynek az elbírálás időpontjában vagy mindkét házastárs állampolgára, vagy közös szokásos tartózkodási helyen rendelkeznek vagy annak az államnak a jogát, ahol utolsó közös szokásos tartózkodási helyük volt, végül pedig itt is a Lex Fori szabálya lép be. Tehát első sorban a Magyar Bíróság, ha felek nem éltek a jogválasztás lehetőségével, annak az államnak a jogát fogja alkalmazni, amelynek mindkét házastárs állampolgára. Amennyiben a házas egy közös állampolgárságuk van, itt több kérdés nem merül fel, de lehetséges az, hogy a házas felek több közös állampolgársággal rendelkeznek. Itt figyelembe kell venni a Nemzetközi magánjogi Törvény 24. paragrafusát, amelyről már korábban szó volt, tehát a legszorosabb kapcsolatnak van itt jelentősége ha a házastársak több közös állampolgársággal rendelkeznek, akkor azt a közös állampolgárságukat kell figyelembe venni, amelyhez őket valamennyi körülményre tekintettel a legszorosabb kapcsolat fűzi. Az indokolás ehelyütt kitért arra is, és talán ezt itt meg is lehet említeni, hiszen ismeretes mindannyiunk számára a szituáció. Nem ritka, hogy két magyar állampolgárságú személy fog például munkavállalás céljából külföldre költözni, de még Magyarországon is vannak vagyontárgyaik, ingatlanai, illetve egyáltalán a felek teljes jogviszonya még mindig Magyarországhoz kötődik. Ami a közös szokásos tartózkodási helyet illeti, itt megint a harmadik paragrafus B pontja alapján kell megállapítani, hogy hol van az érintett személyeknek a szokásos tartózkodási helye, Amennyiben ezzel sem rendelkeznek, akkor az utolsó közös szokásos tartózkodási helynek a jelentősége. Itt esetleg azért már érdemes arra utalni, hogy ha sok idő telik el a felek tekintetében a közös országban való tartózkodás és a jogvita elbírálása között, lehet, hogy már a felektől valójában ez a jog tulajdonképpen meglehetősen messzire kerül ami az eljáróbíróság államának a jogát illetét értelemszerűen, akkor a magyar jog a saját hazai jogot fogja alkalmazni. Ehhez nem biztos, hogy a felek már annyira szorosan kötődnek, és nem biztos, hogy ez annyira kiszámítható. Azonban itt figyelembe lehet, illetőleg kell venni a Nemzetközi magánjogi Törvény úgynevezett általános kitérítő klauzuláját, azaz a Nemzetközi Magányjogi Törvény tizedik paragrafusát hiszen ha nyilvánvaló egy adott ügyben, hogy az ügy lényegesen szorosabban kapcsolódik egy másik joghoz, mint amelynek alkalmazását a nemzetközi magánjogi törvény előírja, kivételesen ezt lehet alkalmazni, de csak abban az esetben, hogyha erről a felek kérelmet nyújtanak be. A 29. paragrafus röviden szól a házassági vagyonjogi szerződésről is. Ugye a házassági vagyonjogi szerződés érvényes akkor, ha az megfelel a megkötése helye szerinti állam jogának. Jelentősége van az alkalmazandó jog szempontjából mind a közrendi záradéknak, mind az imperatív szabályoknak. Ezeket a Nemzetközi magánjogi Törvény 12. és 13. cikke szabályozza ami a 12. cikket illeti a közrendi klauzulának a szabályát. Ez a 12. cikk azt rögzíti, hogy a magyar közrendbe ütközik és mellőzni kell a törvény értelmében irányadó külföldi jog alkalmazását, ha annak eredménye az adott ügyben nyilvánvalóan és súlyosan sérteni a magyar jogrendszer alapvető értékeit és alkotmányos elveit, és ha a közrend sérelme másként nem hárítható el, akkor a külföldi jog Alkalmazását mellőzni kell, és a magyar jogot kell alkalmazni. Ez jelenik meg másik oldalról az imperatív szabályok körében a 13. paragrafusban, hiszen az azt a követelményt állítja a bíróságok elé, hogy alkalmazni kell a magyar jognak azon rendelkezéseit, amelyeknek a tartalmából és céljából egyértelműen megállapítható, hogy a nemzetközi magánjogi törvény hatája alá tartozó jogviszonyokban is feltétlen érvényesülést kívánnak, tehát imperatív jellegűek. Na most valójában mind a két helyzetben, mind a 12., mind a 13. cikk kivételesen alkalmazható, tehát itt kivételes szituációkról van szó, a közrend fogalmát is Megszorítóan kell értelmezni ezzel kapcsolatban. Van nem túl régi kurjai döntés is, még ha nem is ebben a konkrét kontextusban. Nagyon gondosan és figyelmesen lehet és kell azt megítélni, hogy vajon az a külföldi jog, amelyet a Magyar Bíróságnak alkalmazni kell, valóban tartalmaz-e olyan szabályt, amely tényleg sérteni a magyar közrendet. Ez elég kézenfekvően tud egyébként éppen a családjogi jogviszonyokban előfordulni, éppen a házassági jog területén, hogy egy példát említsünk erre, nyilván az a külföldi jog, amely a házasok egyenlőségét tagadja, amely a férnek és a feleségnek más jogi státusz tulajdonít, akár jogképesség, akár cselekvőképesség, akár egyéb tekintetben, annak az alkalmazása minden bizonyos sértené a magyar közrendet. Szeretnék áttérni az Európai Uniós rendeletre, amelynek mi ugyan nem vagyunk részesei, de ez nem jelenti azt, hogy magyar állampolgár ezzel a rendelettel ne találkozhatna, és más szempontból is talán nem érdektelen végigvenni a rendelet legfontosabb szabályait. 2016. június 24-én került együttesen elfogadásra két rendelet megerősített együttműködés keretében. Az egyik a házassági vagyonjogi rendszerekről szól, a másik pedig a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyairól. Ez a két rendelet mind előkészítése, mind megalkotása, mind elfogadása során egymás mellett haladt, és meglehetősen világossá vált, hogy a két rendelethez csak együttesen lehet csatlakozni, avagy együttesen lehet ezekhez nem csatlakozni. Magyarország egyik rendelethez sem csatlakozott, és ebben tulajdonképpen nincsen egyedül. A jelen állás szerint Dánia, Észtország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia. Románia és Szlovákia nem csatlakozott egyik házassági vagyonjogi, illetőleg bejegyzett élettársi vagyonjogi rendelethez sem. Azok az országok azonban, amelyek részesei voltak a megerősített együttműködésnek, és csatlakoztak ehhez a rendelethez, számolhattak azzal, hogy a rendelet hatályba lép, és ez meg is történt. 2019. január 29-én léptek ezek a rendeletek együttesen hatályba. Valójában még gyakorlattuk, legalábbis amit mi innen látunk, kevéssé alakult ki, vagy kevéssé került nyilvánosságra az Európai Unió bírósága elé még házassági vagyonjogi rendelettel kapcsolatos ügy nem került. Ami a rendelet hatáját illeti, a házasság fogalmát a rendelet nem definiálja, azt a nemzeti jogokra hagyja, ugyanakkor Európai Uniós kontextusban ez azért természetesen a hátrányos megkülönböztetés tilalma mellett értelmezendő. Az teljesen világos, de maga a rendelet is rögzíti, hogy más partnerkapcsolatra ezeknek a rendeleteknek a hatája nem terjed ki. Az egyik csak a házassági vagyonjogra vonatkozik, a másik pedig csak a bejegyzett élettársak vagyonjogi kérdéseire. De én a következőkben csak a házassági vagyonjogi rendelettel fogok foglalkozni, noha a két rendelet tulajdonképpen 99%-ban egyező rendelkezéseket tartalmaz. Ahogy ezen a dián is látszik, a házassági vagyonjogot nagyon sok kérdéstől el kell határolni, és én már szóltam erről röviden a, nemzet, a magyar nemzetközi magánjogi törvény kapcsán. Ö, tulajdonképpen ezeket az elhatárolásokat megteszi az uniós rendelet is. Ugye nagyon röviden még egyszer, hogy miért is van szükség ezekre az elhatárolásokra. Egyrészt azért, mert a házassági vagyonjognak nagyon sok kapcsolódási pontja van dologiok, jog, kötelmiok jog, tartás öröklés kérdésében. Sőt, a rendelet nem véletlenül határolja el a házassági vagyonjogi kérdéseket nem csak a tartástól és az örökléstől, hanem az adó és a szociális biztonság kérdéseitől is, mert vannak olyan Országok Európában is, amelyek a házassági vagyonjogot abban az értelemben tágan értelmezik, hogy abba például bizonyos nyugdíjjogosultságok is beletartozhatnak, és valahol a rendeletnek meg kellett húzni azokat a határokat, amely keretek között a házassági vagyonjogot értelmezni kívánja. Nagyon különleges kérdés polgári szempontból, még azért lehet számítani arra, hogy sok kérdés vetődik fel, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet majd kezelni a rendeleten belül az egyes nemzeti dologi jogi kérdéseket, és így többek között az ingatlannal kapcsolatos jogok nyilvántartásba vételét is. Ez egy nagy és sajátos témája tulajdonképpen az egész rendeletnek, meg egyébként az egész házassági vagyonjognak, amennyiben az külföldi elemet tartalmaz ami a bíróság fogalmát illeti, ezt annyiban a rendelet tágan értelmezi, hogy nem csak az igazságszolgáltatási feladatokat ellátó bíróságok tartoznak bele, hanem egyes tagállamokban azok a közjegyzők is, akik a bírósághoz hasonló igazságszolgáltatási feladatokat látnak el. Autonóm és önálló fogalma van, mind a házassági vagyonjogi rendszernek, mind a házassági vagyonjogi megállapodásnak. Ami a házassági vagyonjogi rendszert illeti, a rendelet megfogalmazása és definíciója szerint ide tartoznak a házastársak egymás közötti, illetőleg harmadik személyekkel fennálló házasság vagy annak felbontása következtében létrejött vagyoni viszonyaival kapcsolatos kapcsolódási pontjai és ezeknek a szabályoknak az összessége. Ez lényegesen tágabb, mint ahogy például a magyar jog a házassági vagyonjogi rendszer fogalmát értelmezi. Ami a házassági vagyonjogi megállapodást illeti, az közelebb áll a mi hazai családjogi fogalmunkhoz, aként definiálja a rendelet ezt, hogy a házasok és a házasulandók között létrejött olyan megállapodás, amelyben házassági vagyonjogi rendszerükről rendelkeznek. Egyetlen ügy van, mint említettem, amelyben előfordult már és említésre került az Európai Unió bíróságának gyakorlatában kifejezetten a házassági vagyonjogi kérdéskör, ez pedig a 2018 márciusában elbírált Mankoff ügy. Néhány szót azért szólnék az ügyről, mert ugyan a házassági vagyonjogi jelentősége csak a, az elhatárolási kérdésekben mutatkozik meg, de öröklési jogi szempontból azért meglehetősen figyelemre méltó, különösen ami a főtanácsnoknak az indítványát illeti. A, az ügy tényállása tulajdonképpen borzasztóan egyszerű. Um, amikor Lutz Mankov elhunyt 2015-ben, akkor nem hagyott végintézkedést, örököse a felesége volt, az özvegye, Doris Mankov és, a, és, a, és az egyetlen közös gyermekük, tehát a, a fiú gyermek. Valamennyien német állampolgárok voltak berlini szokásos tartózkodási helyjel, és tulajdonképpen az volt az ügynek a fő kérdése, hogy az Európai Öröklési Bizonyítványban fel kellett tüntetni azt, hogy az özvegyet az elhunyt hagyatékának egynegyed része a közszerzeményi rendszer alapján illeti meg. Itt a német polgári törvénykönyv, tehát a BGB 1371. szakaszáról volt szó, ugyanis ez a rendelkezés azt mondja ki, hogy a német törvényes házassági vagyonjogi rendszer, ez egy úgynevezett közszerzeményi rendszer, tehát ennek a közszerzeményi rendszernek a megszűnése esetén a közszerzemény megosztására úgy kerül sor, hogy a túlélő házastárs törvényes örök része megnövekszik az örökség további negyed részével. Maga a kérdést előterjesztő német bíróság is rámutatott arra, hogy a német szakirodalom is megosztott abban a kérdésben, hogy a BGB-nek ez a rendelkezése inkább házassági vagyonjogi, vagy inkább öröklési jogi rendelkezés. Figyelemreméltó a főtanácsnok ezzel kapcsolatos álláspontja, nyilván a főtanácsnok indítvány számos szempontból hosszan részletezve megközelítette ezt a kérdést. Én itt most csak azt emelném ki, ami álláspontom szerint öröklési jogi szempontból különösképpen jelentős, és szeretném kifejezetten idézni is a főtanácsnok indítványnak ezeket a figyelemreméltó és azt hiszem előremutató gondolatait, egyrészt utalt arra, és ezt az Európai Bíróság is elfogadta és ítéletében megismételte, hogy egy alapügyhöz hasonló helyzetben az Európai Öröklési Bizonyítvány céljának megvalósítását jelentős mértékben akadályozná, ha az nem tartalmazna kimerítő információt a túlélő házastárs jogai tekintetében a teljes hagyatékot illetően. A főtanácsnok ehhez még azt is egyébként hozzátette, hogy az öröklési ügyek szempontjából fontos, azonban alapvetően nem öröklési jellegű kérdésekkel kapcsolatos információk feltüntetésének időnkénti elmaradása, az Európai Öröklési Bizonyítvány gyakorlati hasznosságát nagymértékben csorbítaná, hiszen akkor a bizonyítvány nem tükrözné a túlélő házastárs tényleges örök részét, ez pedig megkérdőjelezné az Európai Öröklési Bizonyítványt bevezető rendelkezések hatékony érvényesülését. Ami a házassági vagyonjogi hatását, illetőleg kapcsolódási pontját illeti a Mankopf ügyben hozott ítéletnek, ott az Európai Unió bírósága arra az elhatárolásra mutatott világosan rá, hogy egy kérdés a házassági vagyonjogi kérdés, és ettől világosan elhatárolandó az öröklési jogi kérdés, hiszen a vagyonjogi rendelet nem foglalkozik az elhunyt házastárs utáni örökléssel. Röviden szeretnék néhány szót szólni a joghatóság kérdéséről kifejezetten a házassági vagyonjogi rendelet vonatkozásában. Ez inkább egy áttekintés lesz, hiszen ezeknek a joghatósági okoknak egy meglehetősen összetett rendszerét tartalmazza maga a rendelet. A per koncentráció elvének megfelelően itt is megragadható az, amit egyébként a mi nemzetközi magánjogi törvényünk is megtesz, ha amennyiben házassági köteléket vagy öröklési jogviszonyt érintő eljárás már megindult, ugye ide tartozik a Brüsszel 2 A illetőleg az öröklési rendelet körébe tartozó esetkörök, abban az esetben a házassági vagyonjogi kérdések elbírálása, a házassági vagyonjogi igény elbírálására nézve is ez a bíróság fog joghatósággal rendelkezni, ugye ez azért egy pergazdaságossági szempontot mindenképpen jelent. A rendeletnek a hatodik cikke sorol fel további joghatósági okokat, ezek azonban nem versengő, tehát nem párhuzamos joghatósági okok, hanem szintén egy hierarchikus rendet képező joghatósági okok, azaz annak van első körben jelentősége, hogy melyik államban volt a házasok közös szokásos tartózkodási helye az eljárás megindításakor. Ennek hiányában annak van relevanciája, és az fogja a joghatóságot megalapozni, hogy hol volt a házasok utolsó közös szokásos tartózkodási helye, feltéve, hogy az egyik házastárs még ott rendelkezik közös szokásos tartózkodási helyjel, ennek hiányában az alperes szokásos tartózkodási helye fogja megalapozni a joghatóságot, ennek hiányában pedig a közös állampolgárság. Mindenképpen egy figyelemreméltó és új szabálya, gondolkodás értelmében új szabálya ennek az európai rendeletnek az, hogy lehetővé teszi a házasok számára, hogy kikössék a joghatóságot. Ugye láttuk, hogy a Nemzetközi magánjogi Törvény a joghatóság kérdésében nem ad autonómiát a feleknek, az Európai Uniós rendelet viszont igen. Igaz, hogy értelemszerűen korlátozott körben olyan bíróság joghatóságát köthetik ki a felek, amelyhez őket valóban szoros kapcsolat fűzi. Ide tartozik az alkalmazandó jog szerinti tagállamnak a bírósága, illetőleg a házasságkötés helye szerinti tagállamnak a bírósága. Ami a megállapodásukat illeti, ennek a formai követelményei nem túlságosan sokrétűek, a feleknek ezt írásba kell foglalni, keltezéssel kell ellátni, és azt a feleknek alá kell írniuk. Ez a rendelet is tartalmaz egy olyan kitételt, amelynek az értelmezésével kapcsolatban szintén vetődhetnek fel kérdéseink, hiszen azt mondja a megállapodás formai követelményei kapcsán a rendelet, hogy a megállapodás tartós rögzítését biztosító elektronikus módon történő bármely közlés egyenértékűnek minősül az írásbeli formával. Ami néhány további joghatósági szabályt jelent, itt egyet említek még meg a, a dián, ez pedig az alperes megjelenésén alapuló joghatóság. Ami az alkalmazandó jognak a kérdését illeti, itt rögtön le kell szögezni azt a Európai Uniós rendeletek részéről nem ismeretlen helyzetet, hogy egyetemes a hatájuk annyiban, hogy amely állam jogára mutat az alkalmazandó jog szabálya, annak az államnak a jogát alkalmazni kell függetlenül attól, hogy az tagállami jog, vagy nem tagállamnak a joga. Ez a rendelet tekintetében, miután megerősített együttműködés keretében került elfogadásra, azt fogja jelenteni, hogy lehet, hogy a joghatósággal rendelkező bíróságnak tagállami jogot kell alkalmazni, vagy olyan tagállam jogát, amely csatlakozott a rendelethez, vagy olyan tagállamnak a jogát, amely egyébként nem részes ennek a rendeletnek, illetőleg lehet, hogy bármely más harmadik államnak a jogát kell alkalmazni. Lehetőség van a feleknek arra, hogy jogot válasszanak. Ez azonban itt sem egy korlátlan jogválasztási lehetőség. Annak van jelentősége, hogy a megállapodás megkötésének időpontjában ott rendelkeztek-e közösen, vagy egyikük rendelkezette szokásos tartózkodási helyel, illetőleg egyiküknek vagy mindkettőjüknek az állampolgárságához kötődik. Ugye látjuk, hogy itt jelentősége lehet mind a szokásos tartózkodási helynek. Ennek itt természetesen az Európai Uniós értelmezése számít már, és nyilvánvalóan nem a tagállami értelmezés és megközelítés, vagy pedig ugye az állampolgárságnak a, a fontosságáról van szó. Viszont mind a két esetben a megállapodás megkötése, Időpontjában fennálló szoros kapcsolódásról van szó, amelyel kapcsolatban természetesen felvethető az, hogy lehet, hogy mire a házassági vagyoni viszonyaikat rendezik, már ez a kapcsolódás nem lesz olyan szoros. Igaz, hogy ezzel kapcsolatban azért azt meg kell jegyeznünk, hogy a házassági vagyonyognak nem csak akkor van jelentősége, amikor a házassági vagyonjogi viszonyokat rendezni kell, tehát mondjuk egy kapcsolat megszűnésekor, hanem annak fennállása során is borzasztóan fontos az tudni, hogy ki milyen dologi, kötelmi jogosultságokkal rendelkezik. Ami a jogválasztást, rögzítő megállapodást illeti, ezt írásban kell a feleknek megtenniük, kell tezniük kell és alá kell írniuk. A Megállapodás anyagi érvényességét pedig azon jog alapján kell tekintetbe venni, amely a megállapodás érvényessége esetén irányadó lenne. Itt még röviden említésre érdemes az, hogy külön szabályozza a házassági vagyonjogi megállapodásnak a megkötését a rendelet. Ha a felek házassági vagyonjogi megállapodást kötnek, azt szintén írásba kell foglalni, keltezni kell és aláírással kell ellátni és további alaki követelményeket írhat elő annak a tagállamnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában mindkét házasfél szokásos tartózkodási helye található, ekkor ezeket is alkalmazni kell, illetőleg további részletes szabályokat is tartalmaz ezzel kapcsolatban a rendelet. Amennyiben a felek nem élnek a jogválasztás lehetőségével, arra az esetre rögzíti a rendelet azt, hogy az eljáró bíróságnak milyen jogot kell alkalmazni. Ezek nem mozgó szabályok, hiszen láthatjuk, hogy valamennyi a házasság kötéshez, vagy ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, amely lényegében közvetlenül a házasságkötést követően beállt. Amennyiben tehát a felek nem éltek a jogválasztás lehetőségével, az a bíróság, amely joghatósággal rendelkezik, a házasságkötés utáni első közös szokásos tartózkodási hely szerinti állam jogát fogja alkalmazni. Ennek hiányában azt a jogot, amelynek mind a két házastárs az állampolgára volt a házasságkötés időpontjában, ennek hiányában pedig azt, amelyhez a házasságkötés időpontjában a házasokat együtt a legszorosabb kötelék fűzi. Az alkalmazandó jognak a rendszere is viszonylag összetett a rendeletben, hiszen van arra mód, hogy kivételesen az eljáró bíróság ne az első közös szokásos tartózkodási hely szerinti jogot alkalmazza, hanem a házasok utolsó közös tartózkodási helye szerinti államnak a jogát, ezt azonban a házasok bármelyikének kérnie kell, viszont itt valóban ö, inkább alkalmazásra kerülhet olyan jog, amelyhez mind a ketten ö, szorosan kötődnek. Nagyon röviden szeretnék zárásképpen szólni, az egyéb partnerkapcsolatokról, tehát az élettársak, az informális élettársak és a bejegyzett élettársak vonatkozásában a hazai nemzetközi magánjogi törvény szabályairól. Itt a dián is van egy rövid utalás arra, hogy élettársak, bejegyzett élettársak körében sokkal jobban és gyakrabban felmerülhetnek a minősítési nehézségek, mint házasság esetében, hiszen a magyar jogban ismeretes az informális élettárs, ismerjük a bejegyzett élettársat de számolnunk kell azzal, hogy más államok nem ezeket a házasságon kívüli partnerkapcsolatokat ismerik, vagy ha hasonló partnerkapcsolatokat ismernek, nem biztos, hogy pontosan, sőt, szinte bizonyos, hogy nem pontosan ugyanezeket a szabályokat ismerik rájuk nézve. A hatályos nemzetközi magánjogi törvényünk mind az élettársak, mind a bejegyzett élettársak tekintetében tartalmaz szabályokat részben a joghatóság, részben a kolléziós jog tekintetében. Igaz, ami a joghatóságot illeti, a bejegyzett élettársakra vonatkozik önálló szabály, ugye az élettársakra azonban nem, hiszen az élettársak a PTK 6. könyve értelmében egyfajta szerződéses kapcsolatot hoznak létre, így önálló joghatósági szabályok rájuk nem vonatkoznak ami a kollíziós jogi rendelkezéseket illeti egy önálló fejezetben, tehát nem a családjogi kérdéseket szabályozó harmadik, hanem egy önálló élettársakra és bejegyzett élettársakra vonatkozó negyedik fejezetben rendezi a Nemzetközi Magánjogi Törvény azt, hogy az élettársi kapcsolat létrejöttére, megszűnésére és joghatásaira illetőleg a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére, érvényességére, joghatásaira, milyen államnak a jogát kell alkalmazni. Megtisztelő figyelmüket nagyon szépen köszönöm.